Köszöntöm a kedves nézőket és hallgatókat egy újabb adásunk alkalmával, amikor egy olyan témát veszünk a kezünkbe, amit már egy jó pár hónapja vettünk utoljára kezünkbe. Valamikor, egy néhány adással ezelőtt beszéltünk a kreacionista és az evolucionista elméletekről, és a mai adásban folytatjuk ezt a beszélgetésünket. Szó volt már a világegyetem megjelenéséről, szó volt már az életkörülmények megjelenéséről, de az ember megjelenéséről még nem. Úgyhogy a mai adás keretein belül ezt a tematikát fogjuk körbejárni kedves vendégeimmel, dr. Szőcs Otto dietetikussal és családorvossal, illetve Pap András Zsolt menedzserrel. Köszöntöm a stúdióba Önöket, és nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadták a meghívást a mai beszélgetésre. Köszönöm szépen a meghívást. Egy olyan témát fogunk folytatni, amint már mondtam, vannak előzményei. Beszéltünk adásokban a világegyetem megjelenéséről, az életkörülmények megjelenéséről, ma az ember megjelenéséről lesz szó. Ezek olyan kis témák, amik hát részben lefedik ezt a két elméletet, mert ezeken belül sokkal több mindenről lehetne beszélni, de lehetetlen lenne minden kutatásról beszélni, amit ebben a nagy témakörben kutatók hoznak elő. Úgyhogy azt tanácsolom, hogy kezdjük is el beszélgetésünket. Több kérdéssel készültünk a mai adásra, és feltenném első kérdésemet a mai adásunk keretein belül, ami az lenne, hogy egy átlagos ember hogyan vélekedik az emberi élet megjelenéséről a Földön. Vannak bizonyos tényezők, amik befolyásolják az elképzelését erről a dologról? Nyilván attól függ, hogy mit tanult az iskolában. Tehát valamikor a francia forradalomig azt tanulták az emberek, hogy az embert Isten teremtette, attól errefele pedig azt tanulják, vagy mondjuk néhány évtized különbséggel, attól errefele azt tanulják, hogy az ember magától alakult ki a törzsfejlődés folyamán. Azt hiszem, hogy az élete folyamán mindenki találkozik mind a két elképzeléssel, és aztán, hogy ki melyiket hiszi, melyiket fogadja el, melyiket tartja valószínűbbnek, azt már kívülről nem könnyű eldönteni, tehát gondolom a legtöbben a kettő közül valamelyiket hiszik. Ebben a kultúrkörben, hát nyilván ez amennyiben vallás és kultúra függő, egyéb elképzelések is vannak, de azt hiszem, hogy nálunk nagyjából ezzel találkozunk. És hogy jelent meg az emberi élet a Földön? Hogyha figyelembe veszük azt, hogy a kultúra, a hiedelmek, a történelem mit vallott? Erre nézve több elmélet van, hogy az ember hogy jelent meg, és az evolúció az egyik, a teremtés a másik elmélet. És mindenki azt hisz, amit ő valószínűbbnek tart ezen a területen. Na most, ha arról beszélünk, hogy ki szerint, tehát arról beszélünk, hogy hogy jelent meg, akkor hozzá kell azt is fűznünk, hogy ki szerint hogy jelent meg. Most tényeket ismerünk, mérési adatokat, ellenőrizhető adatokat tényeknek nevezzük, és mind a két elmélet valamilyen módon ezeket a tényeket integrálja, összefoglalja, ezekre építve kidolgoz egy elméletet. Na most az, hogy a két elmélet közül melyik igaz, azt kidönti el. Az evolúció elmélet szerint
a mai modern ember néhány tízezer évvel ezelőtt 50 000, 100 000 valahol a kettő között akkor jelent meg, ez a szám szokott változni, és az ember az állatvilágból származik, törzsfejlődés által alakult ki a majomfélékből, ez az egyik elmélet. A teremtés elmélet azt mondja, hogy az embert, miként az egész élővilágot is Isten teremtette, tehát egy intelligens munka, intelligens tervezésnek az eredménye, és nem pedig véletlen. A két elméletet hívő, vagy a két elméletre alapozók tábora közt állandó vita folyik, mindenki próbál érvelni a saját szempontjából. Léteznek másfajta elméletek is ezeken kívül, ezen a kettőn kívül, vagy ez az a két elmélet, ami legvitatottabb, legmeghatározott, legtöbbet beszélnek róluk. Létezik ez a két elmélet, de manapság, ha megnézzük a keresztény világot, előfordulnak mind több és több vallási vezetők, akik a kettőt megpróbálják ötvözni. Tehát azt mondják, hogy évmillió, és ugyanakkor benne Isten is jelen van. Például, amit találtam, a magyar katolikus lexikonban az ember származásával kapcsolatban az ember megjelenése pontnál a következőt mondja. Az Australopithecus létének felfedezése közel hozta a föltételezést, hogy az állatvilág fejlődése már a korai jégkorszakban elérte azt a fokot, amely már részoka és alkalma lehetett a szellem megjelenésének. És ez összeegyeztethető azzal az egyházi tanítással, mely az ember megjelenéséhez sajátos teremtő beavatkozását tételezi föl. A kép azonban nem kötelez arra, hogy föltételezzük a föld anyagának közvetlen felhasználását, és ezzel elutasítsuk az élettani fejlődést. Tehát láthatjuk, hogy például vannak katolikus egyházban megnyilvánulósak kitételek, ahol a kettőt megpróbálják összehozni. Tehát az évmilliókat valahol összehozni a teremtéssel, Isten jelenlétével. Ezen kívül még vannak úgymond ilyen földön kívüli elméletek. Tehát mind több és többször találunk olyan elméleteket, főleg a szociális hálókon, hogy utóvégre a föld az a földön kívülieknek egy bolygója, ahol a száműzötteket, az elítélteket hozták, és aztán megszakadt velük a kapcsolat, és azóta itten fejlődik az emberiség úgy, ahogy fejlődik. De, amint Otto is említette, tehát a két fő irányzat jelenleg a teremtés és az evolúció elmélete. Hát én azért mondtam, hogy kettő, mert valamelyik csoportba bele lehet hogy mondjam, kényszeríteni bármelyik másik elméletet, mert a kérdés az, hogy intelligens tervezés eredménye-e az élővilág, illetve az ember, vagy pedig véletlen, illetőleg az anyag természeténél fogva jött létre, és mind a kettőbe, tehát e közül a két elmélet közül valamelyikben minden elmélet valamilyen módon bele sorolható. Most nyilván én is tudok olyan elképzelésekről is, hogy ahogy Zsolt mondta az előbb, hogy ide telepítették az emberi fajt, de hát olyan is volt, hogy van, aki azt mondja, hogy csak egy marék algát, vagy valamilyen primitív élőlényt dobtak le a földre, és tehát széles skálája van a különböző ilyen
elméleteknek. De amit én nagyon fontosnak tartanék elmondani, az az, hogy én, mint olyan ember, aki hisz a teremtésbe, nagyon hevesen tiltakozom az ellen, hevesen, tehát határozottan tiltakozom az ellen, az elképzelés ellen, hogy szembeállítsuk a tudományt a Szentírással. Tehát általában az az elképzelés él az emberekben, hogy aki naívabb, idealistább, képzetlenebb, vagy mondjuk ki butább, az inkább elfogadja a teremtés elméletét, de hát aztán aki művelt és képzett és intelligens, az feltétlenül evolucionista kell legyen. Én tiltakozom ezzel ellen a felfogás ellen. Határozottan állítom, hogy a Szentírást a tudománnyal nem lehet szembeállítani, sehol nem mond ellent a kettő egymásnak, amennyiben, amikor tényekről beszélünk, akkor ez alatt mérési adatokat és nem elképzeléseket értünk. Tehát ez egy hasonló jelenség ahhoz, mint amikor van, aki titkosírás fejtéssel foglalkozik. És hogyha van egy rövid szövegem, azt esetleg végtelen számú módon meg tudom fejteni, hogyha a konkrét kulcsot nem ismerem hozzá. És aztán akkor a végtelenségig lehet vitatkozni azon, hogy a sok megfejtés közül melyik igaz. Vagy másképp fogalmazva, ha van egy egyenletrendszerem, és egyel vagy többel kevesebb tényezőt ismerek, mint amennyi szükséges az egyenletrendszer megoldásához, akkor a végtelenségig lehet tárgyalni, de tulajdonképpen értelmetlen is ilyenkor azt tárgyalni, hogy a sok lehetséges megoldás közül melyik az igaz. És nagyon primitív álláspontnak tartom azt, amikor az egyik butának tartja a másikat. Az egyik ezt az elméletet fogadja el, a másik azt az elméletet fogadja el, és minden elmélet megmagyaráz majdnem minden tényt, vagy megpróbál minden tényt integrálni, bevenni az elméletbe. Tulajdonképpen vannak olyan szakmák, és az orvostudomány is ilyen, amikor az ember egyszerűen nem tudja eldönteni, most beszéljek egy másik, tehát nem, itt nem arról van szó, hogy teremtés kontra evolúció, hanem arról, hogy van olyan betegség, amelyiknek a kialakulására nézve több elmélet van. Van az asztma kialakulásának 4 különböző elmélete. Mindegyikkel sántít valami. Nem tudjuk pontosan. Lehet vitatkozni rajta, lehet érvelni pro és kontra, de ez nem, ez gyakorlatilag nem akadályozza meg az orvost abban, hogy gyógyítson. Vagy hogy az asztmát tudja kezelni. Több elmélet van a kialakulására nézve, és egy teljesen képtelen dolog az, hogy elkezdjenek vitatkozni egymással az orvosok, és az egyik az elmarasztalja, lehülyézze a másikat, hogy miért a másik elméletbe hisz, és miért nem ebben. Az elméletek közül előfordulhat az, hogy egyik sem logikusabb a másiknál, egyik sem képtelenebb a másiknál, mindegyik egy bizonyos számú tényt meg tud magyarázni, és talán a többi tényt nem, de addig, amíg mind a kettő logikus, amíg mind a kettő, hogy úgy mondjam, tudományos, amennyiben egy elméletbe sikerül foglalnia a mérési adatokat, tényeket, ebben a pillanatban eléggé, hogy is mondjam, azt, hogy primitív álláspont, hogy a másik elméletnek a hívőit butának tartsa. A probléma az,
hogy ha a teremtés szemszögéből nézzük az egészet, a francia nemzetgyűlés eldöntötte, ugye a francia forradalom idején, hogy Isten már pedig nincs. És akkor addig minden tudományos könyv úgy kezdődött, hogy megpróbálták a Szentírás által sugalt világképbe belehelyezni, és Istenről beszéltek, megpróbálták a könyvekben leírtakat belefoglalni valamilyen módon, és egyszerűen politikai változások miatt ennek véget vetettek. Elkezdték azokat gúnyolni, elmaradottnak hívni, akik továbbra is hittek Istenben, és valahogy a tudományos világból kiszorult. Van egy olyan dolog, hogy tehát kiszorult az Isten hit, kiszorult a teremtésben való hit. De ha meggondoljuk, nincsen semmilyen tudományos bizonyíték arra, hogy nincs Isten, vagy hogy nincs teremtés. Tehát az a teremtés elmélet ellenzőinek egy ilyen hallgatólagos alaptétele, hogy Isten nincs. Az ember rákérdez, hogy na most honnan tudod, hogy van-e, vagy nincs? Erre a válasz az szokott lenni, van egy olyan tétel, hogy ne szaporítsuk feleslegesen a létezőket. Ezt úgy nevezik, mint Ockham borotváját, és ez egy olyan, de végül is ez egy bizonyítás nélküli dogma. Ez azt jelenti tehát, hogyha én valamit meg akarok magyarázni, valamilyen tényeket elméletbe foglalni, minél kevesebb és minél kevésbé bonyolult dolgot kell feltételezzek, és olyan magyarázatot kell kapnom. Ez jogos lehet bizonyos esetben. Például így van a diagnosztikában is az orvostudományban, hogyha egy betegen tapasztalható néhány tünet, akkor azokat a tüneteket lehetőleg egy betegséggel, vagy minél kevesebb betegséggel kell magyaráznom, nem többel. Tehát mit tudom én, tehát hogyha valakinek fáj a hasa, hasmenése van, és és láza van, mondjuk, akkor nem azt feltételezem, hogy láza van, mert meghűlt, és hasmenése van, mert valamilyen valamilyen ártalmas ételt evett, hanem azt feltételezem, hogy egy bizonyos betegségben szenved, egy vírusos fertőzésben, aminek a hasmenés és a többi tünet azok, tehát egy és ugyanazon betegségnek a megnyilvánulásai, de sehol nem írja ezt, hogy ez muszáj így legyen. Az ember tapasztalja azt, hogy ez egy olyan tétel, ami segít néha a gyors gondolkodásban, tehát ez, hogy ne szaporítsuk feleslegesen a létezőket, vagy ne bonyolítsuk túlságosan a dolgokat. A dolgokat csak annyira bonyolítsuk, amennyire feltétlenül szükséges. És ennek a tételnek a fényében egyesek számára logikusnak tűnhet az, hogy akkor Isten létét nem feltételezzük, mert meg tudják magyarázni anélkül is a dolgokat. De ez nem feltétlenül igaz. Tehát van egy ilyen tétel, de ez egy olyan tantétele, dogmája a modern tudománynak, amit hallgatólagosan elfogadnak, vagy megegyezés szerint elfogadnak, egész pontosan nem hallgatólagosan, hanem megegyezés alapján, közmegegyezéssel elfogadják, de hát ez nem egy betonbiztos valami, hogy mindig a legegyszerűbb magyarázat az igaz. És hogyha nem veszük figyelembe ezt Ockham borotváját, akkor nem látom be, hogy Isten létezését és a teremtést logikusan miért zárhatnánk ki? Miért ne fogadhatnánk el? Miért lenne ez
műveletlenségnek vagy butaságnak a jele, hogyha valaki hisz a teremtésben. Mert ismétlem, én még nem láttam, nem hallottam olyan tényről, olyan mérési adatról, ami ellent mondana a Szentírásnak, ami a teremtésről való beszámolóját illeti. Hát mondjuk olyan téren is ilyen félreértések képződhetnek, vagy egy személy számára nehezebb dönteni, ha nem is dönteni egyik vagy másik mellett, de valamelyikről jobban meggyőződni, hogy a kutatások mindkét elmélet esetében léteznek, és vannak olyan dolgok, amik alá vannak támasztva egyik téren, az illető arról annak az elméletnek a kutatásairól tud többet, a másikról kevésbé, és akkor így döntött, vagy fordítva. Mondjuk például az evolucionizmus mellett van Darwinnak a kutatása, egyesek annak hívei, és azt úgy elfogadják, hogy a majmokból fejlődtünk ki. Egy pillanat, tehát én éppen arról beszélek, hogy tény az nincs kétféle. Tény az egyféle van. Tehát ugyanazokat a tényeket, ugyanazokat a jelenségeket, ugyanazokat a leírható, ellenőrizhető, megismételhető kísérleteket, jelenségeket, vagy leírható jelenségeket, mérési adatokat állítja be az egyik úgy, hogy az ő igazát támasztja alá, és állítja be a másik úgy, hogy már pedig az ő igazát támasztja alá. Tehát tény nincs többféle, tény egyféle van. Elmélet van többféle. Éppen erről beszélek, hogy minden elmélet megmagyarázza, rendszerbe foglalja valamiképpen az ismert tényeket. És amikor valaki, tehát arról, amiről beszélt az előbb, hogy a kutató igyekszik a saját, gondolom ezt óhajtotta mondani, a kutató a saját elméletét igyekszik bizonyítani, és olyan tényeket igyekszik találni, hogy az valamilyen módon alátámassza az ő elméletét. Igen ám, de jön a másik, megnézi azt a kutatási eredményt, és beleintegrálja a saját, beleveszi a saját elméletébe is. És így egy tény mindkét elméletnek lehet szerves része. Véleményem szerint az, hogy valaki melyik elméletet fogadja el a kettő közül, ez nem egy nem intelligencia kérdése, műveltség kérdése sem feltétlenül, hanem egyszerűen egy érzelmi döntés. Ez egy érzelmi döntés lehet, és egyik sem logikusabb a másiknál, vagy most hát az Úristen bocsássa meg nekem, lehet, hogy tehát az evolúció elmélet is teljesen logikus, ha úgy vesszük, legalábbis azoknak az embereknek a szemszögéből nézve, akik elfogadják azt, azoknak a szemszögéből nézve logikus. Most legyünk őszinték, mind a két elmélet annyira bonyolult, annyira sok tényt tartalmaz, hogy nem látja át egy ember őket, egyetemi tanár se, aki foglalkozik vele, az sem lát át mindent belőle. És ezért mondom, hogy meggyőződés, sokkal inkább érzelmi állásfoglalás kérdése az, hogy a kettő közül melyiket fogadom el. Az már az illető embernek, aki az valamelyik elméletet elfogadta a kettő közül, az illető embernek az arroganciáját mutatja, hogyha azt mondja, hogy a másik elméletnek a híveit lehülyézi. Tehát ez nem műveltséget mutat, hanem modortalanságot. Annyit akarnék még mondani, hogy említetted, hogy egyesek azt hiszik, hogy majomboly fejlődött ki az előbb a kérdésedbe. Tehát itt annyit pontosítanék, hogy az evolúció nem állítja azt, hogy az ember majomból származik. Tehát aki azt mondja, hogy az evolúcionisták azok majomból származnak, ezek nem ismerik az evolúciónak az alapjait.
Tehát az evolúcióhoz, ha visszatekintünk, egy közös ős van. És erről a közös ősről aztán sorra válnak le, először leválnak a gibbonok. Hát ma jó fél égről. Utána a gibbonok, utána az orangután, utána a gorilla, utána a csimpánz, és utána jelenik meg a homoidák, mármint az emberfélék. Hominida. Igen. Akkor beszéljünk egy kicsit erről. Tehát, hogy nézzük meg mindkét esetben, hogyan jelenik meg pontosan az ember a Földön, mert sokkal több mindent lehet ezen belül elmondani. Külön a teremtés elmélet mit állít erről, és külön az evolucionizmus. Az evolucionizmus, hogyha vesszük, visszanyúl az évmilliókba ahhoz, hogy megmagyarázza az elméletét, ugyebár már szüksége van ezekre az évmilliókra. Visszanyúl a genetikához is, ahol összehasonlítja az emberi fajt a ma ismert emberszabású majmokkal. A csimpánz genomját tekintve és az emberi faj genomját tekintve kb. 95-99%-ban megegyezik a két genom. A lényeges különbség a kettőben az, hogy az emberi kromoszómák száma 23 pár, míg az emberszabású majmoknál 24 pár. Az evolúciósok azt mondják, hogy ez a második kromoszómánál történő egyesülésből jött létre, hogy az emberi fajnak egyel kevesebb van. Az első, tehát nagyon sokáig mondjuk úgy az evolúciónak, az evolúció híveinek volt egy hiányzó láncszem a mai emberszabásúak között és az ős között, amelyiktől elindultak a mai emberszabású majmok, illetve az ember fejlődése. És ez nagyjából megmaradt egészen 1974-ig. Tehát 1974-ben Afrikában folytattak ásatásokat hadas környékén, és akkor találtak egy csontvázat, amelyre azt mondják, amitán kiszámoltak, hogy kb. Milyen idős lehet, hogy kb. 3,2 millió évvel ezelőtti ős, akinek adtak egy nevet is. És azt a nevet adtak neki, hogy Lucy, és Lucy volt az átmenet, az régi ős és az emberszabású között. Bocsánat, az volt az, akinek a combcsontját néhány kilométerrel arrébb találták meg, mind a többi részét, vagy... Nem, tehát Lucy egybe volt szépen. Ami érdekes ezzel a Lucy-val kapcsolatban. Tehát megtalálták a leletet. És nem tudom, ki tudjuk-e vetíteni Lucy-t, ahogy kinéz, ahogy elképzelték az emberek, hogy kinéz Lucy. Ezekre a csontokra az antropológia, ugyebár az is egy művészet. Tehát erre fel kell építsed az embert, vagy az illető lényt, vagy valamit, a csontokból kiindulva. Tehát a csontokra mondjuk még a csontok állásából ki tudod számolni, hogy milyenek az izmok, amik rátapadnak. Kb. Hogy néznek ki az izmok. Tehát első rétegből ráhúzod az izmokat. Utána erre az izmokra rá kell húzzad a bőrt, ami lefedi. Most, hogy milyen volt ez a bőr, ezt nem tudhatod. Tehát ebből és nem az, hogy a bőrön semmi. Milyen medve bőrt viselt magára tekerve, és milyen tüzet rakott maga elé, azt megint nem tudod. Igen. Tehát ezt rá kell húzzad. És amután ezt ráhúztad, ezt a bőrt, tehát ez az antropológusnak az elképzelése, hogy képzeli el ezt a lényt, merre fel akarja indítani ezt a lényt. És utána, amikor megvan ez, akkor utána még ott marad, hogy megrajzold neki a száját, megrajzold neki a szemét, az utolsó részleteket. És most, ha megfigyeljük ezt a Lucy képet, amit megalkottak, van benne egy pár érdekes vonás. Ha megnézzük ezt a képet, nagyon-nagyon hasonlít az emberhez. Tehát mondhatjuk, hogy igen, igazuk van, mert az embernek az ősét látjuk magunk előtt. Mik azok a vonások, amik Lucy-t emberivé teszik? Ha megnézzük a képet, az első vonás az a szeme. Tehát a szemének szemfehérje van, mind az embernek. Az emberszabású majmoknak nincs szemfehérje. Nem látszik a szemfehérje abban a pillanatban a szemüregen keresztül, amikor áttekintesz a majomra. Tehát mivel az ember, aki megalkotta Lucy-t, úgy indult el, hogy az emberhez kell hasonlítson, a szemének egyből látszik a szemfehérje. Ezt nem tudhatjuk, hogy így volt, vagy nem volt így. A másik, ha megnézzük,
Lucinak a kezei pont olyan kezek, mint az emberi kezek, és a lábai pont olyan lábak, mint a mai ember lába. És most ez a megrajzolt Lucy, elképzelt Lucy mellé, ha oda tesszük egy következő képet, ahol meglátjuk azokat a maradványokat, amiből Lucyból találtak, meglátjuk, hogy van néhány csont a koponyából, ugyebár a gerincből, a felkarból, ellenben kézfejéből egyetlen egy csontot sem találtak. És lábfejéből szintén nem találtak egyetlen egy csontot sem. Tehát a kézfej és a lábfej elképzelése, megrajzolása, ez megint az antropológusé volt, hogy ő hogy képzelte el. És mivel ő ezt az ember őséként akarta bemutatni, ezért a keze emberkéz, a lába emberláb, és a szeme emberszem. És ezáltal Lucy teljesen emberivé válik. Most, hogyha ezeket a tulajdonságokat átcserélnénk csimpánz szemre, csimpánz kézre, csimpánz lábra, akkor Lucy nagyon is csimpánzként néznek ki. Úgy néznek ki, mint egy nagyobb csimpánz. Szintén kevés szőrzettel bír. Ezt se tudhatjuk, hogy mennyi szőrzet volt rajta. Ez is egy elképzelés, hogy megpróbálják emberivé tenni ezt a valamit. Szóval ezért jó, hogy odafigyelni, nem tudom, melyik elméletben hiszek, de jó odafigyelni a részletekre, hogy amikor valamit létrehoznak, amikor valamiről mondanak, állítanak valamit, mennyi az, ami tény, tehát Lucy esetében a tény az a pár csont, amit kaptunk, és mennyi az elmélet, amit aztán utána körére rajzolnak, ez a Lucy most úgy néz ki, mint egy ember. Nekem most az jutott eszembe, hogy Zsolt, erről beszéltél, én is olvastam Lucyról természetesen. Valamiért én úgy tudtam, hogy a csontjait, azokat elég nagy távolságra találták meg egymásról, lehet, hogy ez egy tévedés, hogy én Virchow-ról olvastam, aki egy híres orvos patológus volt. Sajnos nem tudom most felidézni, hogy milyen ősemberről volt szó, aminek a csontjait megmutatták neki. Ezt nagyon sajnálom, hogy nem néztem utána, sajnos csak most villant be ez a dolog, hogy erről beszéltél, hogy egyszerűen azt mondta, hogy ezek egy köszvényes aggasztjának a csontjai. Ennyit mondott. Mondta, hogy el vannak torzulva, bizonyos torzulások jelentek meg a csontokon, és ez már pedig egy közönséges embernek a csontjai, csak el vannak torzulva. Ezt mondta Virchow. De most nem tudom, hogy pontosan miféle ősemberre mondta azt. De ebből is látszik, hogy mennyire számít a személye annak, aki véleményt mond róla. Most tudhatjuk azt, hogy a különböző, hogy úgy mondjam, politikai rezsimek különböző elméleteket támogatnak. Ugye a kommunizmus idején nem tűrtek bizonyos elméleteket, vagy ártudománynak hittek bizonyos tudományokat. Sztálin idején a genetika az burzsoa áltudománynak minősült, tehát a genetikusokat meghurcolták, nem volt szabad foglalkozni vele, csak titokba lehetett. És nyilvánvalóan egy politikai rezsim azt fogja támogatni, aki az ő szája íze szerint beszél. Hogyha egy politikai rezsim eldönti, hogy nincs genetika, akkor nyilvánvalóan azt a tudóst fogja támogatni, amelyik arról, aki arról beszél, hogy az egész egy butaság, és akkor az lesz a tudományos álláspont. Ismerjük, hogy a nácizmus esetén is a diktatúra milyen képtelen antropológiai elméleteket, nem szeretném őket felidézni vagy ismételni, de ott is arról volt szó, hogy a politikus diktálta azt, hogy milyen kell legyen a tudomány. És mi van akkor, hogyha most is az van, hogy egyszerűen az evolúció elmélet azért élvez elsőbséget az oktatásban,
Mert egyszerűen a politika azt támogatja. Azokat a tudósokat támogatják, akik a politika, akik az evolúció elméletet terjesztik, ugye, akik a teremtést butaságnak tartják, és azokat a tudósokat megbélyegzik, ellehetetlenítik, nem biztosítanak lehetőséget a számukra, hogy publikáljanak, illetőleg nevetségessé teszik azokat, akik hisznek Istenben, vagy hisznek a teremtésben. És véleményem szerint fel kell tennünk a kérdést, hogy nem-e ezzel magyarázható az, hogy az evolucionizmust tudományosabbnak tartják, vagy arról van szó, igen, hogy az a tudós, aki az ember ősét látja egy majom csontjaiba, azt a tudóst támogatni fogják, azt a tudóst, aki majmot lát benne, vagy azt mondja, hogy ennek semmi köze az emberhez, azt a tudost pedig ellehetetlenítik. És hogyha megvizsgáljuk egy kicsit a Szentírást, hogy mit ír a Szentírás a teremtésről, akkor ennek a keretein belül mit találunk az ember megjelenéséről a Földön? A Szentírás szemszögéből nagyon egyszerű, tehát talán egy mondatban Isten összefoglal mindent az emberrel kapcsolatban, amikor azt mondja, hogy teremtsünk embert a mi képünkre és a mi hasonlatosságunkra. Tehát Isten létrehozta az embert, mint egy felsőbbrendű lényt, amelyik Isten képére és hasonlatosságára volt teremtve. Nem valami, ami valamiből kifejlődött, hanem Isten szólt, lett, és előállt az ember. Ilyen egyszerű a Szentírás szemszögéből az ember teremtése. Azért van egy pár érdekes, lehet árnyalni a dolgot, nem konkrétan a megjelenéssel kapcsolatban, hanem az egyes emberi rasszokkal kapcsolatban, meg ilyen genetikai kapcsolatokkal, tehát rokonsági vonalakkal, hogy elgondolkozhatunk például az első emberek bőrszínén. Tudva azt, hogy a pigmentáltabb bőr, sötétebb bőrszín az domináns tulajdonság. Ez azt jelenti, hogy ha valaki tartalmazza a sötét bőrszín génjét, akkor ez meg is nyilvánul rajta. Tehát, hogyha egy ember fehér, ez azt jelenti, hogy a fekete bőrszín génjét nem tartalmazza. Mert hogyha tartalmazná, akkor az megnyilvánulna rajta. Vannak recesszív tulajdonságok is, amik előjöhetnek bármikor. Tehát például a fehér bőrszín, vagy a világos színkomplexió recesszív tulajdonságok, ez azt jelenti, hogy egy fehér embertől nem származhat sötétbőrű leszármazott, egy feketebőrű embertől, vagy sötétbőrű embertől származhat fehér ember is, és származhat sötétbőrű ember is. Ezért, hogyha nem feltételezzük azt, hogy a fekete bőrszín valamikor később, vagy sötét bőrszín, nem feltétlenül koron feketére gondolok, tehát hogy pigmentált a bőrszín később, tehát ha feltételezzük, hogy nem később jelent meg, úgymond mutáció által, akkor azt kell feltételeznünk, hogy az első emberpár az sötét bőrszínű volt. Nem feltétlenül korom fekete, de nem tejfehér bőrű. Ez egy eléggé érdekes dolog. Erről például nem hallottam eddig. Igen. Meg nagyon érdekes lehet a különböző, tehát ma divat az, hogy az emberek elvégeztetik azt a genetikai vizsgálatot, amiből, tehát csinálnak egy ilyen géntérképet,
és akkor kap az ember ilyen százalékos, százalékba kifejezve, hogy milyen néphez hasonló a genetikai szerkezet, vagy genómia, vagy hogy mondjam. És érdekes volna, hogyha ezt egy szentírásban hívő ember elemezni ezeket az eredményeket. Ugye én nem vagyok antropológus, vagy nem érzem a fő szakmámnak azt, hogy ezzel foglalkozzak. Lehet, hogy valamikor neki fogok majd, ha lesz erre időm, de biztosan nagyon sok érdekes következtetést lehetne levonni arra nézve, hogy melyik nép, honnan ered, mitől, kitől származik. És még amit mondanék az az, hogy amíg még sok ember esetében feltevődik az a kérdés, hogy igen, tehát Isten alkotott egy férfit és egy nőt, és azoknak az első leszármazottjai utóvégre egymás között házasodtak, ha mondhatjuk így. És akkor feltevődik az a kérdés, hogy manapság, ha vannak ilyen zárt populációk, akkor látjuk, hogy az általában mentális visszaeséshez vezet az egymás közötti házasság. Ellenben ne felejtjük el azt, hogy Isten, amikor létrehozta az embert, az tökéletes volt. Tehát az nem rendelkezett génhibával, nem volt hiba a genomjában. Következésképpen nem állt abban az időben fenn ez a veszély, hogy egy két hibás gén találkozon és dominánsként kiüssön az utódban, amelyik utána megszületik. Nem dominánsként. Igen, és érdekes, hogy az özönvíz után már ott már három családra van szükség ahhoz, hogy tovább vigyék. Nyilván megjelentek már hibás gének, ami azt jelentette, hogy egész közeli rokonok nem házasodhattak egymás között. És igen. Még egy utolsó kérdésre lenne idő a mai adásból, mégpedig arra, hogy ha az ember rendeltetését vizsgáljuk meg, akkor mit tudhatunk meg egyik elméletből és másik elméletből? Tehát milyen céllal jött létre az ember a kreacionista elméletben, és milyen céllal jött létre az evolucionista elméletben? Az evolucionista elmélet szerint lehet célja az emberiségnek, vagy... A célja az, hogy a genomját továbbadja az evolúció elmélete szerint, és tovább fejlődjön ez a genom egy magasabb rendű faj felé, elméletileg. Míg a teremtés elméletben, tehát a célja az, hogy Isten megalkotta az embert azért, hogy az ember vele legyen. Most időközben bekövetkezett egy hiba, ami elválasztotta Istent az embertől. De létezik egy végső cél, hogy az ember valamikor visszakerül abba az állapotba, ahova Isten eredetileg elképzelt, ahova Isten eredetileg megalkotta az embert. Igen, az az egyes embereknek lehet célja, hogy reprodukálják önmagukat, vagy utódokat hozzanak létre, de hát az nem az emberiségnek, nem az egész emberi nemnek a célja, hogy... Érdekes felvetés. Na most úgy gondolom, hogy ha célról beszélünk, akkor nem tudom, hogy ha valami spontánul jön létre, akkor annak van-e célja. Lehet célja annak, ami magától jön létre. Ez egy nagyon jó kérdés. Hát ha célról beszélünk, azt jelenti, hogy egy tudatos valamilyen célkitűzést feltételez, valamilyen tervezést feltételez, és az evolúció elmélet szerint hát egy embernek lehet célja. De hogy mi a célja az egész emberiségnek, mint olyannak, ezt erre válaszolhat a
az evolúció elmélet? Az evolúció elmélet alapján minden faj a túlélésre volt teremtve. Vagy arra igyekszik, hogy túléljen. Tehát túl kell éljen. Következésképpen az tovább kell adja az öröklődős anyagát, amiben rendelkezik. Ezen felül a teremtés elméletben sokkal több mindennel találkozunk, ugyanis volt egy feladata az embernek a Földön. Isten adott egy feladatot az embernek. Ezekről mit tudnánk elmondani? Hát, most én lelkész nem vagyok, de most hirtelen az jut eszembe, hogy azt mondta, hogy a Földet kapta örökségül az ember, hogy művelje és őrizze, azt uralkodjon a élőlényeken. És feltevődik bennem a kérdés, hogy a művelés az, hogy művelje a természetet, az mire jogosítja fel, és mire nem jogosítja fel. Ugye, hogyha pusztítja a környezetét, akkor nem egy bölcs uralkodó, aki uralkodik a természeten, hogyha olyan módon alakítja azt, mint egy művész, akkor anélkül, hogy ártana neki, úgy gondolom, hogy akkor valósítja meg azt a célt, amit Isten szán, amit Isten elrendelt az ő számára. Gondolom, hogy ezért is teremtette Isten a saját képére az embert. És Istenben megtalálható például egy ilyen vonás, ő mint művész kitalált sok mindent, ami ezen a földünkön található, és több mint valószínű, hogy ennek a gondolatmenetnek az útján az emberről is elképzelhető volt, hogy nem egy olyan célja volt a földön, hogy ártson a környezetének. De a mai adásunkban ennyi fért bele, úgyhogy köszönöm önöknek, hogy eljöttek ma a stúdióba, köszönöm, hogy válaszoltak a kérdéseimre. Még egy jó pár kérdés hátra maradt, úgyhogy visszavárom önöket egy másik adás keretein belül, de mindaddig Isten áldását kívánom. Köszönjük szépen. Hálásan köszönöm, hogy velünk tartottak a mai adásunkban, amelyben az ember megjelenéséről válaszoltunk meg több kérdést. Kedves vendégeimmel, dr. Szőcs Ottóval és pap András Zsolttal. Amennyiben tetszett a mai beszélgetés, a mai téma, vagy tetszett egy olyan adásnak a témája, ami a múltban volt sugározva, akkor újra nézheti ezt Facebook oldalunkon, és a Hetednapi Adventista Egyház Romániai Uniójának a YouTube csatornáján, amelynek a nevei megjelennek a képernyőn, és ezeket kikeresve megtalálhatják. Köszönöm még egyszer, hogy velünk tartottak, sok áldást kívánok önöknek, a viszontlátásra!